Egy parasztházon gondolkodva álmodta meg az Alba Arénát, az építész, ez látszik is az első skicceken. A Székesfehérvára tervezett multifunkciós csarnok terveit majdnem pontosan két éve mutatták be. Akkor a teljes beruházást a közművek kiépítésével együtt 13 milliárd forintosra becsülték. A közbeszerzési kiírásban az előzetes becslés a teljes költségekre az útépítésekkel együtt már 19,7 milliárd forint volt. A munkát végül a Garancsi István tulajdonában lévő Market ZRT nyerte meg. Ők azonban 25,7 milliárd forintért vállalták a munkát. Ez 6 milliárd forinttal több az előzetes becslésnél. Székesfehérvár önkormányzata még tavaly kért pénzt a kormánytól a csarnokra. Cserpalkovics András polgármester már akkor utalta arra, hogy drágább lesz a csarnok. Azt mondta, reméli, hogy a többlet forrásigényt is jóvá hagyja a kormány, és a csarnok 2019 végéig megépülhet. Nem ez az első olyan közpénzből épülő beruházás, amelyet a market épít, és végül jóval többe kerül. A vizes VB-re készült Duna Arena 38-ról 43 milliárd forintra drágult, a Diósgyőr stadion stadionjára pedig eredetileg 4,5 milliárdot szánt a kormány, de végül 13 milliárdba került. Szeretném én látni azt az ember, aki engem le tud kötelezni. A miniszterelnök mondta ezt az ellenzéknek, miután kiderült, hogy a közbeszerzéseket sorra Market ZRT tulajdonosának, Garancsi Istvánnak a vendégeként repült egy újonnan 17 milliárd forintba kerülő luxus magárepülővel a Molvidi bulgáriai foci meccsére. Így működik a Fidesz által felállított NER rendszere. A Jobbik szerint erősen korrupció ezek az ügyek. Orbán Viktor és kedvenc oligarha barátai milliós, milliárdos ajándékokat adnak egymásnak egész évben, nem csak karácsonykor. Ráadásul Orbán Viktor ezt közpénzből valamennyünk pénzéből teszi. Kerestük a kormányt, hogy nem tartják-e aggályosnak, hogy pont annál a vállalkozónál drágulnak a beruházások, aki ilyen ajándékokat ad a miniszterelnöknek, de nem kaptunk választ.